délelőtt 10 órakor a Pesti Lloyd Társaság helyiségében tartandó közúti vaspálya társaság tisztelt cím alapítóinak közgyűlésére. A tanácskozás tárgyai, az alapítók választmányának jelentése, az alapszabályzat tervezet előterjesztése, a társaság végleges megalakulására vonatkozó határozatok. Kelt Pesten 1865. május 1-én. Az alapítók választmánya. Így szólt a meghívó, és ezzel kezdetét vette Budapest szervezett vasúti közlekedésének megvalósítása. Első vonalát a mai Calvin tér és Újpest között nyitotta meg 1866-ban. Két év múlva a mai Madács tér, Rákóczi út, Rottenbiller utca, Damjanich utca nyomvonalon is lovasút közlekedett. ...1869-ben a Budai Vaspályatársaság két vonalat nyitott meg, a Lánchíd Budai hídfő Óbuda főtér, valamint a Lánchíd Budai hídfő Zugliget között. Természetes, hogy a korabeli technikai adottságoknak megfelelően a kocsik kezdetlegesek voltak. Rajtuk első, másodosztályú, az emeleten harmadosztályú utasok utazhattak. Egy és két lovas kocsik robogtak, illetve kocogtak a Pesti utcán, és ha az időjárás megengedte, az utasok nyári kocsiban is utazhattak. Teherfuvarozásra alkalmas járművek is rendelkezésre álltak. 1876-ban a Margit híd megnyitása után egyesült a Budai és Pesti Vaspályatársaság Budapesti Közúti Vaspályatársaság néven. A vonalak építésével együtt épültek a mai forgalmi terepek elődei is. Az egykori külső Üllői úti terep ma már csak fényképen látható. 1874-ben korszakalkotó eredménynek számít a svábhegyi fogaskerekű vasút megnyitása, melynél a vonóerőt külön célra épített gőzmozdonyok szolgáltatták. 1887-ben már körülbelül 41 km pályahosszal rendelkezett a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság. A szállított utasok száma meghaladta az évi 15 milliót. Fejlődött a város, fokozódtak a közlekedési igények is. Nagy nap ez! A német Siemens és Halske cég a meghívottaknak bemutatta a nagykörúton, a Nyugati Pályaudvar és Király utca között épített alsó vezetékes próbapályán, miként szolgálhatja a villamos áram a közlekedést. A siker megalapozta a villamosítás jövőjét, és két évvel később már átadták a forgalomnak az Egyetem tér Baross utca Orci tér vonalat. Az alsó vezetékes rendszernél a sínt tartó acélbakok tartották az áramvezető sínt is. Esztétikai szempontból a város belterületén csak alsó vezetékes villamos közlekedhetett. Külterületeken felső vezetékes hálózat is alkalmazható volt, melynél az áramlevétel lírás áramszedővel történt. Alsó vezetékes vonalak épültek az Akadémiától a Podmanicki utcán át az Andrássy útig, a Nagykörúton a Nyugati Pályaudvartól az Üllői útig, majd pedig a Külső Király utcában is. A villamos vonalak építésével együtt villamosították a telepeket is, melyek előzőleg a lóvasút céljait szolgálták. A Pálffy telep ma villamos vasúti főműhely. A Damjanich utcai telep ma a trolibuszoknak ad szállást.
Az újpesti kocsiszín már a múlt század végén alsó vezetékes villamos kocsiszín volt. Az időtájt a szép ilonai kocsiszínben is villamos kocsik pihentek. A villamos energiát gőzüzemre berendezett áramfejlesztő telepek szolgáltatták, többek között a Pálfi telepen, a Kertész utcában és a Damjanich utcában. A villamosítással korszerűsödött a kocsipark is. Tágasabb, erősebb és jobban rugózott kocsikat készítettek. A láncmeghajtásról áttértek a fogaskerék meghajtásra. A hajtóművek fejlődésének útja a mai forgóalvászhoz vezetett. 1891-ben még gőzüzemmel nyitják meg az új köztemetői és Korponai utcai vonalakat, de rövidesen ezeket is villamosították. A villamosítás diadalát jelentette, hogy 1896. május 2-án megnyílt a sugárúti, ma népköztársaságúti villamosvasút, mely ez időben kontinensünkön az első föld alatti vasút, világviszonylatban pedig az első villamos üzemű föld alatti vasút. Az alacsony űrszelvény miatt kialakított különleges alvász szerkezet ma is jól látható. A két világháború között a kocsik jelentős átalakításon mentek át. 1960-ban pedig a szállító kapacitás növelésére pótkocsikat is forgalomba állította. A föld alatti vasutat 1900-ban Párizsban a világkiállításon szép motívumú éremmel tüntették ki. Elvitathatatlan volt a villamosítás sikere, de a lóvasút nem adta fel a versenyt egykönnyen. Az utolsó lóvonat 1898. június 7-én közlekedett a János Kórház Krisztina körút déli pályaudvari vonalon. A búcsúztatás ünnepélyes külsőségek között történt. Jelképes búcsúztatás volt ez, mert Budapest utcáin már évtizedek óta villamos járt, amikor a Margit-sziget évszázados fái alatt vadregényes környezetben még mindig vidáman kocogott a lóvonat. Ez azonban már csak a Margit-sziget hagyománya miatt kegyelet volt. A város egyéb területén teljes erővel folyt a villamosítás. Egymást követik az új alsó vezetékes vonalak forgalomba állítása. Az 1000-től 1600-ig, az 1700-tól 1900-ig számozott, valamint a 2000-es és 3000-es motorkocsikat, a 4000-es és 5600-ig számozott pótkocsikat az 1874-től 1914-ig eltelt 40 év alatt szerezték be. Régi típusú járművekből többszöri átalakítás és korszerűsítés után ma is 718 darabban üzemben, nagy részük vasvázasítva és korszerűbb berendezéssel ellátva.